Igen, először is ott van, ahol Szegyőnek meg érdemelten nyertek, végigvezették a mérkőzést. Igen, elégedetlenek vagyunk, mert elől nem voltunk elég élesek, tehát a lövéseink nem voltak olyanok, amik úgy mentek el a kapuig, hogy a kapusnak komoly problémát okozzon, egy-két kivételtől tekintve, hogy nagyjából ebben látom a hibát, és érkezést kaptunk, egy-két olyan volt, ami elkerülhető volt. Különös a tovább a Csabának, sajnos fontos dolog az őt, nem azt hiszem, hogy utolsó mérkőzése volt. Főleg szép pályafutásokat. Köszönöm. Köszönjük szépen, következő Juhásnak a Haciak mestere Zsolti. Azt mondom, hogy tatalányai résztől sok minden benne maradt a meccsben, úgy gondolom, hogy Szegedi oldalról is elmondható ezt, hiszen ez lehetett volna egy magabiztosabb győzelem is. Igen, és üdvözlöm kedves nézőket, és a sajtó munkatársait. Igen, azt gondolom, hogy érezhető volt, hogy a Tatabány az életéért küzd, és tényleg megtettek mindent, hogy szoros legyen a mérkőzés. Hozzáteszem, hogy nekünk december óta szerintem ez volt a leggyengébb meccsünk. Elől is, hátul is, a zónánk sem működött, elől az izolációs játék sem működött. Ettől függetlenül bármennyire jól játszik egy csapat, három pontnál nem lehet többet szerezni, és ez sikerült. Örülök, mert múlt hét szombaton is győzelmet érdemeltünk. Fantasztikusan védekeztünk ott, a támadása volt baj, most elől hátul nagyon dadogott, de ennek a mai napnak volt egy nagyobb szentsége, olyan történése, amit mindenképpen jól akartunk lezárni. Az nem más, mint a mellettem helyet foglaló úriember pályafutásának utolsó hazai meccsen. Köszönöm szépen. Bocsánat, elnézést, a mikrofont megkérdezem, majd tolják oda, hogy elnézést, nem szóltam az elég, bocsánat. Ja, akkor újból. Igen, akkor csinálsz egy ideget. Következzen Norbi, nagy játékosa. Norbi, jól kezdtetek, hiszen döntetlen is volt 3-3, és utána döntőnek bizonyult, hogy a Szeged nem tudott lépni 3 góllal? Először is egy döntőnek a Szegednek, természetesen így nem nevezhetjük döntőnek. Igen, tudjuk, hogy nekünk nagyon fontos volt ez a mérkőzés, én úgy gondolom, hogy azt szerint készültünk az egész héten. Azt szerint ugrottunk medencébe, sajnos, ahogy annyit Zani elmondta mellettem, előbb megvoltak a lehetőségeink, úgy gondolom, hogy ezzel sajnos nem éltünk, és igen, az akciógólok, és amikor teljesen az a periódus, amikor 3 gólal elmentek, az sajnos döntő megbizonyult. Kapaszkodtunk, de sajnos túl nagy volt a fába, túl nagy fába felváltunk a fejezőket. Köszönöm szépen, következzen kis Csaba. Csaba, én rendhagyó módon nem azt kérem tőled, hogy értékeld a találkozót, mert nyertünk, 2 gólt lőttél, hanem inkább azt mondom, hogy üzenj a jövő reménységeinek a szegedi vízilabdának egy kicsit, hiszen azért egy olyan pályafutásnak a végéhez érünk, amit szegedi közönség, szegedi sportbarátok, most is már bizsereg már tisztítani, ha vörös vagyok, ahogy mondom, ezeket végig követett és nagyon büszke volt rá. Egy üzenetet fogalmaz meg a jövőnek, hiszen hánsnek nem szakadsz el tőlünk, te leszel a vezetőedző anyjától, így egy üzenetet kérnék szépen. Köszönöm szépen. Valóban nehéz elszólalni most, komoly érzelmi körülete volt számomra ennek a találkozónak, hiszen most volt utoljára a fejemen a fehér hatósakkal, és előtörnek az emberből valóban ilyenkor az elmúlt 27 szezon történései, akár melyik uszodáról beszélünk, ahol játszottam, és találkoztam csapattársként, ellenfélként, olyan vízilabdázókkal, dolgozhatók, olyan edzők keze alatt, akiknek most bevillan az arca a fejembe. Ha üzenetet kellene megfogalmaznom a jövő reménységének, akkor azt mondanám, hogy kitartás, alázat, tisztelet egymás iránt.